B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Köszöntöm nézőinket, indul a színházi szezon. Ebből az apropóból beszélgetünk az évadnyitókról, és tulajdonképpen mindenről, ami színház. És már is mondom, hogy kik a vendégeim. Berzsenyi Bellák Ádám, a Budaörsi Latinovics Színház igazgatója. Sikerült, nagyon boldog vagyok. Götz Anna, a Vidám Színpad művészeti vezetője, és Földvári Péter, a Hat Szín egyik vezetője. Péter, te arra kértél engem, hogy ne mondjam a teátrumot, miért ne? Hát végülis lehet, szóval mindegy, az a lényeg, hogy ugye mi 2,5 éve vettük át a Hat Szín teátrumot, és szerettük volna jelezni valahol azt, hogy ez egy picit már más, meg hogy másként gondolkodunk a színházról, mást szeretnénk csinálni, de valahogy szerettük volna megőrizni azt a hagyományt, meg ráadásul ugye a 6. kerület Jókai utca 6, tehát hogy a 6-ot nem nagyon tudtuk kihagyni, és akkor az a szenzációs ötletünk volt, hogy a teátrumot hagyjátok ki. Egyrészt a teátrumot elhagyjuk, mert ugye nem csak színházként működünk, hanem szeretnénk közösségi térként is működni, és ezért jobb ez, hogyha ha 6 színként, és ugye a 6 az nem kiírva van, hogy 6, hanem egy 6-os szám, ennyiben változtattuk meg a színház nevét. Egyébként van egy partnered a színház vezetésében, ugye? Hála Istennek! Igen, szóval, hogy ezt mindig el szoktuk mondani, hogy mi ketten csináljuk, nem? Nagyon sokan csináljuk ezt a színházat, de igazán a döntéseket és a munkamérését... Ki a másik részét, feled? Kerekes Kac Petrának hívják. Na, hölgyet. Találtam egy mondatot Petrától, ami nekem rettenetesen tetszett, a következőképpen szól. A mostani nehéz helyzetben, aki színház csinálásra adta a fejét, az vagy őrült, vagy őrülten bátor, mi azok vagyunk. Te őrült vagy bátor, vagy őrülten bátor? Hát én ezt a listát ezt tudnám még hosszasan sorolni. Hát ugye mi pont akkor vettük át a színházat, amikor még a COVID javában tarolt, és hát tulajdonképpen fél évig egy teljesen üres színházat üzemeltettünk, és próbálkoztunk, de ezt régebben mondhatta a Petra, mert most már én most azt mondom. Mond? Hát szerintem valahol az őrültségnek, meg a bolondságnak, mert szerintem arra próbálta Petra utalni, hogy nem vagyunk normálisak, hogy színházat csinálunk, de látva azt, hogy a 2,5 év alatt hova jutottunk el, úgyhogy tulajdonképpen az előző volt az első teljes évadunk, én azt gondolom, hogy azért ez most már egy árnyaltabb dolog. Lehet, hogy akkor úgy kéne árnyalni, hogy büszke őrültek, vagy vidámabb őrültek, vagy elégedettebb őrültek. Szóval, és ez nem szubjektum, hanem ez egy konkrét dolog, amivel most próbáljuk mindenhol elmondani, hogy az első teljes évadunk volt a 2022-23-as évad, és több mint 55 ezer néző volt a Hat Színben, ami természetesen nem csak a Hat Szín saját előadásainak, hanem a Hat Színben befogadott előadások, tehát az Orlai produkció, az Icsi, és még sorolhatnám, össznéző száma, ami azt gondolom, hogy egy 266 félreérés színháznál nagyon-nagyon szép szám. Ádám, neked gratulálok, mert hogy te ugye másodszor ültél bele, vagy ülsz bele az igazgatói székbe, és újabb 5 évre meghosszabbítottak. Köszönöm. Hogy lehet, vagy egyáltalán mit jelent a számodra Budaörsön színházat csinálni? Most jelenleg mindent, ami színház csinálás. Én 10 éve dolgozom Budaörsön, 5 évig voltam művészeti vezető. Szabad ne felejtsd, taknyos gyerekként kezdted, mert megnéztem 27 évesen, ez tényleg igaz, hogy 27 évesen lettél művészeti vezető? Hát annyi lehettem, igen, 2013-ban, jó régen volt. De és hogy fogadták a színészek, hogy meg a színház csinálok? Ilyenkor duplán számítanak. Jön egy gyerek, aki megmondja a tutit, vagy hogy? Nem voltak színészek. Aha. Tehát a Budaörsi társulat, azt akkor kezdtük el építeni, amikor átvettük a színházat 2013-ban, és akkor váltott nevet.
a színház, mert korábban úgy hívták, hogy Budaörsi Játékszín. Egészen az alapításától kezdve Éles Béla alapította ezt a 90-es években, és 2013-ban átnevezték, új nevet adtak neki igazából Budaörsi Latinovics Színházzá, és akkor volt egy olyan elképzelésünk, hogy egy tényleges társulattal működő, tehát állandó társulattal működő repertoár színházat hozunk létre, és amit ott játszunk, azok a saját ott létrehozott unikális előadások felnőttek és gyerekek számára egyaránt, és ez egy hosszú folyamat volt, ez sok évig tartott, és most jelenleg ott tartunk, hogy 12 fős az idei évad kezdéssel a Budaörsi Társulat. Tehát visszatérve a kérdésre... Tehát már nem befogadó színház vagytok? Hát már jó régen nem. Tehát inkább úgy mondanám, hogy én 2013-ban léptem be, hogy előtte mi volt, azt nem tudom pontosan, de hogy az első fél évben, tehát az első évadunk első felében még elég sok vendég előadást láttunk, vendég egész egyszerűen azért nem volt repertoár, tehát amíg a saját bemutatók nem. És aztán ahogy folyamatosan csináltuk a saját produkciókat, úgy azok kiváltották a vendég előadásokat, tehát igazából 2014 óta nagyon nem, ilyen szorványos jelleggel egy-egy vendég produkciót láttunk ott Budaörsön, de egyébként saját előadásokat játszottunk. Anna, te nem arról álmodoztál, azt hiszem, hogy tulajdonos leszel, és hogy színházat fogsz vezetni. A te forgatókönyvedet az élet írta. Így van, sosem volt, soha életemben nem volt ilyen szándékom, tervem, álmom, hogy én színházat vezessek, és nem ébredtem úgy, hogy hú, de jó lenne, ha valamiféle pozícióba kerülnék. Az előtte, a műsor előtt itt beszélgettünk, hogy én milyen pozícióban vagyok, ettől mindig zavarban vagyok színházat csinálni. Igen, azért kérdeztem. Szerettem mindig is. Nagyon sok helyen úgy szerepel. Így van, igen, cikkben, igen. Hogy a Vidám Színpad igazgatója, igen, és igen, gondoltam, ezek, hogy tisztázom az elején. Igen, hogy... igen, ez talán attól van, hogy ugye Böröndi Tamás férjem után örököltem meg ezt a szellemi örökséget, és ő, mint tulajdonos, így lettem én is a Vidám Színpad tulajdonosa, és művészeti vezetőként próbálok egy csapatot építeni, és én nagyon-nagyon hiszek a csapatmunkába, hogy látom, Péter is ezt mondja, és talán Ádám is ebben hisz, hogy csapat nélkül nem lehet színházat csinálni, és Tamásnak is mindig is ez volt a fontos, hogy mondjam, arszpoétikája, hogy mindig az embernek mindig sokkal jobb emberekkel kell körülvenni magát, szakmai tudásban, emberi tartásban, stb. És szerintem attól tud jobb lenni egy csapat, nem attól, hogy én vagyok fönt, és csak lejjebb toljuk az összes többi kollégát, ahol sajnos ilyet is látunk sok helyen. Én szerintem ettől tud sikeresen működni egy színház, hogyha egyenragunként kezeljük egymást, és egy igazi csapatmunka folyik a színházban. Nagyon nehéz volt a nulláról, sőt, talán a mínuszból elkezdeni, hiszen a Tamással együtt volt, két év szünet volt, és Tamással együtt a repertoárunkat is elveszítettük, és gyakorlatilag nekünk is a tavalyi évad az egy nulláról kezdve egy teljes repertoárt kellett újraépítenünk. Nem hiszek abban, hogy mindenki pótolható, nem hiszek abban, hogy a Böröndi Tamás pótolható lenne, és ugyanúgy menne tovább az élet, ami rá, vagy rájuk volt kitalálva, vagy esetleg a régi Vidám Színpados sikerek voltak újra gondolva az ő személyükkel. Ezt sajnos nem tudjuk tovább vinni, ezzel szembesülnünk kellett, de a fontos értékeket megtartva nagyon-nagyon szeretnénk megújulni, és azt hiszem, hogy ennek nagyon-nagyon sok, hál' Istennek, nyoma is van most már, hiszen 7 felnőtt előadásunk van, 2 befogadott gyerek előadásunk is, és mi is még több mindenkivel tárgyalunk abból a célból is, hogy bővítsük a repertoárt, hiszen támogatást nem kaptunk, tehát befogadunk ezen a műfajon belül minőségi, értékes produkciókat.
Ez volt Tamásnak is a koncepciója, hogy változtatni, megújítani, fiatalítani? Így van. Ezen az úton ő nagyon erősen indult el. Tulajdonképpen egy előadásunkat meg is tudtuk tartani, a Tökéletes esküvőt, amiben csupa fiatal szerepel, és nagyon nagy sikerrel megy azóta is. 2018-ban mutattuk be. Ugye két évig teljes leállás volt. Egyrészt Tamás elvesztése miatt, de nekünk ez egybeesett a Covid-dal, és az Eurocenter, az Óbudán az Eurocenter, ami a színházunknak otthont adó épület, teljes felújítása folyt majdnem 2 éven keresztül. Úgyhogy nagyon-nagyon sok energiánkat, pénzünket is elvitte az, hogy teljesen ki kellett ürítenünk a színháztermet, raktárokat bérelni, és próbatermekben készülni az új produkciókkal. Péter, az előbb te elmosolyodtál, amikor volt annak egy mondata, és én figyelek ezekre a nonverbális reakciókra, amikor ez a lefelé tolni dologról beszélt. Ez mit jelentett? Én annyira örülök, amikor máshonnan is azt hallom, amit én is gondolok a színházról. Ugye mindenki máshonnan hozza a színház szeretetét, vagy hát, hogyha szereti, ugye, és én nekem Kaposvárról van, én mindig ilyen outsider voltam a kaposvári színházat, én nagyjából a büféig eljutottam, mondjuk ott nagyon jól éreztem magam, de én ott tapasztaltam először azt, hogy igen, a büféstől a hangosítón át, szóval, hogy mindenki ugyanolyan fontos. Ráadásul Kaposvár alatt voltak olyan előadások, amiben még színpadra léptek a büfések is, meg szóval, na mindegy. És hogy nagyon, nagyon tetszett, amit az Anna mondott, és nagyon örülök, mert hogy ez abban erősít meg, hogy én sem gondolkodom rosszul, hogy szerintem az nagyjából teljesen mindegy, hogy egy néző, vagy bárki tudja azt, hogy ki annak a színháznak az igazgatója, vagy ki vezeti azt a színházat. Szerintem az sokkal fontosabb, hogy azt tudják. A nézőnek ez nem valószínű, hogy fontos. Fontos? Hát, az eredmény szempontjából igen. Mindegy, hát hogy szerintem az a fontos, hogy azt lássák, hogy kik azok a színészek, kik azok az alkotók, akik ott dolgoznak, és ami még nagyon fontos, és talán ebben is mi jó úton járunk, hogy akik nálunk dolgoznak, és nem csak a személy, most ez egy ilyen leacsonyító, hogy a személyzet, de a munkatársaink, hogy ők is jól érzik magukat, de hogy az alkotók, a színészek, a rendezők, akik a saját előadásainkban próbálnak, játszanak, alkotnak, ők is jól érzik magukat, mert hogy én sok mindent nem tanultam meg az életben, de egy dolgot talán ilyen tapasztalati úton sikerült elsajátítanom, hogyha egy előadás, akik létrehozzák, azt szeretik, akkor azt nagy valószínűséggel a közönség is szeretni fogja, mert hogy az átmegy a színpadon. És hogyha azok, akik csinálják azt az előadást, nem érzik jól magukat és nem szeretik, akkor az lehet a világ legjobb műve, lehetnek a világ legjobb alkotói, az nem biztos, hogy annyira át fog menni, és nálunk szerintem ez piciben működik, és én ezért mosolyodtam el, amit az Anna mondott, hogy ez máshol is így van, és más is így gondolkodik. Volt egy konferencia Kaposvárott, ahol többek között színházi konferencia, ahol többek között arról beszélgettek a szakemberek, hogy a jövő esztendőben kevesebb jut a kultúrára, és így a színházakra is. Na most ez akkor a számotokra nyilván azt jelenti, hogy sokkal inkább mecénások és szponzorok után kell nézni. Hogyan tudtok most egy színházat működtetni? Mennyire lehet egyáltalán azt elképzelni ma Magyarországon, hogy egy színház nyereséges vállalkozás legyen? Ez benne van a kalapban, vagy ez egy... Hát szerintem, aki ebben kezd gondolkodni, hogy nyereséges legyen, az akkor már nem őrült, és nem színházimádó, mert ez tényleg csak őrülten lehet csinálni, és csatlakozom az előttem szólóhoz, hogy én is ezt rendszeresen ismételgetem, hogy ehhez valami fajta agylövés kell, vagy fejlővés, vagy őrültség, hogy valaki ma
erre vállalkozzon a mai viszonyok között, hogy színházat, ráadásul magánszínházat, ráadásul közhasznú non-profit alapít, vagy KFT-t vezessen, az végképp nem fordul az én agyamban meg, hogy ebből bármiféle nyereség. Ha el tudunk jutni az évad végéig, és most már lassan ott tartok, hogy mindig csak a következő lépésben merek gondolkodni, mert hiszek és akarok hinni abban, hogy a Vidám Színpadnak talpon kell maradni, és tovább kell élni, és nagyon nagy szeretett energiákat érzünk mi is lentről a nézőtérről, és a csapatban is iszonyatos nagy szeretet energiák áramolnak. Ez nagyon fontos, amit mondasz. És csodálatos produkciók tudnak ezáltal létrejönni, és ezt valóban a közönség érzi. Úgyhogy nekünk ez a, hogy mondjam, a gázsink, a közönség szeretete, és ez visz előre minket, és ez, ettől tudunk kreatívak lenni, és ez a jófajta magyar kreativitás, ahogy az amerikaiak szokták mondani, hogy a magyarokat onnan lehet megismerni, hogy bemennek forgóajtón, és valahogy mindig aki mögötted jön, ha magyar, az biztos előtted fog kilépni, mert egyszerűen erre vagyunk kényszerítve, hogy megtaláljuk az egérutakat, hogy bizonyos természetesen tisztességes keretek között valahogy életben tudjunk maradni, mert hiszünk abban, hogy szükség van a kultúrára, és lehet azt bármiféle bélyegekkel illetni, hogy az bulvár, vagy lenézet, vagy nem a művészet egyfajta megítélése alapján működik. Én a közönségből indulok ki, és én azt gondolom, hogy a szórakoztató műfajra ma különösen nagyon nagy igény van, de abban is hiszek, hogy fontos azon belül is értéket teremteni, és azt lehet nagyon magas színvonalan űzni. Készült egyébként egy felmérés, amiben ugye megkérdezték az embereket, nyilván reprezentatív, hogy hányan járnak színházba. És az derült ki, hogy a megkérdezettek, és ugye a lakosságot reprezentálja, 52%-a egyáltalán nem, és 48%-a igen. És annak a 48%-nak a 20%-a mondta azt, hogy ő azért nem jár, bocsánat, az 52, azért nem jár, mert nagyon drágák a színházjegyek. Na most ti azt nyilván tudjátok, hogy milyen ára lenne a színházjegynek akkor, hogyha abból ti valóban ki akarnátok fizetni mindenféle támogatás nélkül a béreket, a színház csinálók díjazását, a rezsit és mindent, amivel nektek gazdálkodni kell. Szóval arra vagyok kíváncsi, nagyon leegyszerűsítve, hogy a ti számotokra mennyire drágák a mostani színházjegyek. Mi egy egészen különleges helyzetben vagyunk, hiszen a Gobuda Mall bevásárlóközponton belül a mozi szinten van a színház termünk, és hát én látom nap mint nap, hogy mennyi egy mozi jegy, 2-3 ezer forint körül van, ha számosítani akarjuk, de amellett még megveszik a popcornt meg az üdítőt, és rögtön ugyanott tartunk, mint hogyha a szomszédterembe egy színház jegyet vennének. Úgyhogy ez is egy viszonyítás kérdése, hogy mi a drága, vagy hogy mire akar költeni egy család, vagy egy házas pár egy hétvégi program keretében. Ezt a jegykérdést? Hát itt két kérdés is volt, vagy több is. Ha az a kérdés, hogy mi az a, tehát hogy a színház milyen módon lenne finanszírozható csak a jegybevételben, tehát csak profit alapon. Mikor lenne rentábilis, igen. A képlet az viszonylag egyszerű, a színház összes évi kiadása elosztva az összes eladható színházi egyel. Ez a pici színházak esetében különösen, ugye mint mind a hárman viszonylag kis nézőterű színházakat vezetünk, nem tudom a tiéteket pontosan, de nekünk a nagy színpadunk 167 néző befogadására alkalmas. Nálunk 360 fő. Tiétek? 266. Akkor tiétek a legkisebb. Tehát a legkisebb, tehát azért ezek mind a három, hogy az 500 fő alatt vannak, tehát hogy ugye a középméretű színházak kategóriája alatt van ez mind a három, tehát ez ugye ez is hat, tehát egy nagy befogadó képességű hely az nyilván más számokkal tud dolgozni, nyilván ott nagyobbak a kiadások. Én azt gondolom, hogy ami
Tehát, hogy hátrébb lépnék ebből a diskurzusból, a világnak és Európának ezen a részén az a hagyományunk, és sok-sok-sok évtizedre visszamenően, mondhatni, hát már szinte 100 évre visszamenően, hogy a társadalom úgy tekint a színházra, és úgy tekint a művészetekre, mint egy olyan valami, ami tulajdonképpen az állampolgárainak alanyi jogon jár. Mit jelent ez, hogy a adó forintjaitól, amitől egyszer már megvált az állampolgár, az a központi költségvetésből tartják fenn a kulturális szervezeteket, legyen az múzeum, legyen az könyvtár, vagy kultúrház, vagy éppen színház, vagy koncertterem. Hát csak ez már egyre kevésbé igaz. Így lehetővé téve azt, hogy a társadalom minél nagyobb része számára elérhető legyen. Mert valóban lehet matematikai képleteket fölírni, és azt mondani, hogy akkor most nem tudom, hogy nálunk ez, egyszer kiszámoltam, azt hiszem, hogy egy színház, egy a mi kis színház, körülbelül, és ugye ez egy kis rezsivel dolgozó színház, tehát jóval kisebbek a számok, mondjuk lenne 25-30 ezer forint egy színházjegy, talán 35, most nem tudom pontosan, de hát nyilván egy nagyobb színháznál ez egészen más számokat is kiadhat. Szerintem az, hogy ez a gondolkodás, ez a társadalmi gondolkodás kialakult egyszer, és aztán az évtizedek során ezt a magyar társadalom megőrizte, ezt a gondolkodást, és tulajdonképpen a mai napig létezik, mert azért mondjuk az Egyesült Államokban, vagy nagyon sok más helyen a világon ez egyáltalán nem evidencia. És nagyon szűk az a réteg, aki megengedheti magának, hogy beüljön egy színházi előadást megnézni, és azért Magyarországon még mindig szélesebb ez a réteg. Pedig nem vagyunk egy olyan jövedelmű állam, mint mondjuk az Egyesült Államok. Ez egy kincs. Tehát azt szerintem abban nincs kulturális dolgozó az országban, aki ne írná alá azt, vagy egyáltalán kultúráról gondolkodó ember, aki ne írná alá azt, hogy ez egy kincs, ez egy olyan kincs, amit meg kell őriznünk közösen, mint társadalom. Most aztán ezen belül az a kérdés, hogy a színházjegy éppen adott pillanatban mennyire drága, és az egyéb termékekhez, javakhoz képest, amit mondjuk egy ember egy adott életszínvonalon megengedhet, vagy nem engedhet meg magának, az hogyan van árazva. Tehát, hogyha azt mondom, hogy mondjuk Budaörsön egy színház egy 5400 forintba kerül teljes áron, hát most néztem itt nem kell messzire menni, egy nyári balatoni büfézés, hogy egy ilyen sajtóban gyakran emlegetett példát hozzak, szóval látjuk azt, hogy két ember... Ne hasonlítsd össze. Tehát, igen, de vásárló meg valahol összehasonlítja, mert valamiről le kell mondani. Tehát a kérdés inkább úgy fogalmazódik meg mindenkinek, akinek valamennyi pénz van a zsebében vagy a bankkártyáján, hogy mi az, amit ebben a hónapban megengedek magamnak, és miről mondok le. És innentől kezdve egy végtelenül szomorú spirálba kerülünk bele, ahol a kultúra, mint olyan, egyfajta konkurenciába kerül olyan termékekkel, szolgáltatásokkal. Mint az alma meg a körte, amikor összehasonlítod. Pontosan. Péter, szerinted? Hát nagyon sokat tudnék erről beszélni. Én magam ott voltam ezen hogy visszatérjek egy kicsit az előző kérdésre, a színházi évadnyitón. Ami nagyon érdekes volt, ugye a számokkal nem lehet vitatkozni, és ott elhangzott az, hogy a magyar állam minden magyar színházi jegyvásárlót 25 ezer forinttal támogat. És akkor ezen mindenki így gondolkodjon el. Hogy ez hol jelentkezik, ez a 25 ezer forint? Én nem szeretnék erről többet mondani. Okay. Ez csak ott elhangzott. Én is elgondolkodtam, hogy ezt így elhangzott. Ez az egyik. A másik, hogy a színház jegyek beárazása. Az a baj, hogy szerintem, és lehet, hogy ezzel talán ti is, hogy ez valahol fordítva van. Tehát nem az van, hogy színpadra szeretnénk állítani egy produkciót, kitaláljuk a szereplőket, a díszletet, a jelmezeket, a rendezőt, fel minden, és akkor majd ezt beárazzuk, hanem az van, hogy van egy adott jegykontingens, és van egy várható bevétel egy előadás, és akkor ahhoz próbáljuk megtalálni az előadást, a szereplőket, a díszletet, tehát hogy ez fordítva van, hogy azt a jegyárat, amit mi úgy gondolunk, hogy még ki tudnak fizetni, és mondjuk nálunk ki tudják fizetni, mert ugye más jegyárakkal dolgoznak más színházak, tehát hogy ez egy kicsit szerintem meg van fordítva, de ami nagyon érdekes szerintem, hogy amikor ugye itt
itt elindult a válság, a háború és a nem tudom mi nagyon elkezdtünk azon gondolkodni, hogy ez mennyire fog lecsapódni a színházak felé. Mert a mi fejünkben talán az van, hogy hol húzza meg a nadrágszíjat, nem az étkezésen, nem a gyereknek az iskolatáskán, vagy bármilyen, nem, akkor kevesebbet fog színházba menni. De közben meg a számok nem ezt mutatják, legalábbis nálunk, hanem tényleg sokkal többen jöttek színházba, és ezen nagyon gondolkodtunk, hogy ez mitől lehet. És mi arra jutottunk, bár nem ez a mi gondolkodásunk, hogy azt a kevés pénzt, ami kikapcsolódásra, szórakozásra, vagy bármire marad, akkor azt inkább olyan helyre költik el az emberek, ahol mondjuk másfél-két órára ki tudnak szabadulni abból a valóságból, ami aztán majd 7 óra előtt 5 perccel, meg majd mit tudom, 9 óra 30-tól majd ugyanúgy szembesül vele, de hogy arra a 2 órára elmegy bármelyik színházba, akkor ott egy kicsit ebből ki tud kapcsolódni, és valószínűleg ebből, de és ezt nagyon hosszasan lehetne még beszélni. Én direkt nem beszélek a kultúra támogatásról, mert hogy mi egy magánszínház vagyunk, nekünk senki nem tartott pisztolyt a fejünkhöz, hogy álljunk oda és csináljuk. Ezt mi magunk vállaltuk. Ha sikertelenek vagyunk és nem tudjuk finanszírozni, akkor az a mi sikertelenségünk. Ha meg tudjuk finanszírozni és még megyünk tovább, akkor igen. Igazából engem ha már ebbe egy picit bele lehet menni, de nem szeretnék, csak annyit, hogy a kultúrára, vagy akkor a színházakra fordított támogatásnak az elosztása, ami nekem nem, és én azt is mondom, hogy ne a színházat támogassák, hiszen még egyszer mondom, ez egy magánvállalkozás, ez a mi döntésünk, a nézőt támogassák, és akkor itt tudok visszakapcsolni a jegy ára, hogy a nézőt támogassa. Mondja azt, hogy nálunk volt 55 ezer, nálatok volt 40, szóval nem tudom számok, ez igazolható. Tehát a jegyvásárlók alapján mondja azt a magyar állam, hogy tessék, itt van nem 25 ezer forint, itt van 1000 forint jegyenként, mert ennyi volt nálatok, tessék, itt van, ebből gazdálkodjatok, vagy ebből is gazdálkodjatok, amit nagyon sok mindenre lehetne fordítani. Egy megjegyzés a látogatószámhoz, mondtad, hogy többen vannak, hogy Európában mi a harmadikok vagyunk, és Észtország és Izland előz meg minket, mármint a színházlátogatók számába, ami egyébként egyáltalán nem egy rossz statisztika. És nyilván, hogyha a néző bemegy egy színházba, akkor nektek gondolom én, egyetlen célotok lehet, hogy most ezt az előadást megnézte, aztán majd jöjjön vissza. Tehát, hogy ne csak ez az egy legyen, hanem el akarom csábítani, hogy rendszeresen hozzám jöjjön. Mit tudtok ti ennek érdekében tenni? Hogyan tudjátok úgy alakítani a műsorpolitikát és az arculatotokat és minden más egyebet, hogy arra törekedjetek, vagy hogy tudjátok azt, hogy vissza fognak jönni, vagy szeretném, ha visszajönnének hozzánk? És ezt nyilván mindenki másképpen jó legyen a büfé. Éri el. Fontos. Nagyon bocsánat, hogy csak már az előbb is én beszéltem, hogy igen, ez a legfontosabb, és pont ez, hogy ugye mindenki költ marketingre, hirdetésre, nem tudom, de a szájhagyomány útján való hírterjedés vagy nívó terjedésnél jobb nincsen. És hogyha egyszer valaki bejön, és jól érzi magát, akkor az valószínűleg oda. És ez, igen, most ez nagyon vicces dolog, de ez hozzátartozik a büfé, hozzátartozik a ruhatáros, hozzátartozik, hogy működjön a légkondi. Szóval, hogy egy csomó minden, azon kívül, ami darab. Sokkal fontosabb, igen, amit a színpadon lát. Igen. Anna? Figyelünk, nagyon-nagyon figyelünk mindenre, ugyanezeket tudnám én is elmondani, a részletekre is, és arra a visszajelzésekre is. Hát nem véletlenül vannak a különböző portálok is, ugye a social media, ahol azért lehet visszajelzéseket kapni. Én minden előadáson ott vagyok, és figyelem a közönséget, sokszor beszélgetek is sok mindenkivel. Nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy
hogy milyen hatással van az előadás, és mire van szükségük. Régebben mi Tamással csináltunk egy ilyen kis tesztszerűséget is, ki voltak rakva ilyen kis, pici kis kérdőívek. És kitöltötték? És nagyon-nagyon sokan kitöltötték, és abból nagyon sok mindent lehetett megtudni, hogy hanyadszor volt nálunk, mi a kedvenc előadása, kitől hallotta a színházunkról, melyik előadást látta először. Tehát ezekből nagyon-nagyon sok mindenre lehet következtetni, és tovább lépni a marketingben, illetve a nézők elérésében. Hát folyamatosan ezen dolgozunk, úgyhogy minimális pénzt tudunk erre költeni, marketingre vagy reklámra. A Latinovic Színház hogyan akarja becsalogatni a nézőket? Talán a repertoárt mondanám, tehát az, hogy sikerül egy folyamatosan magas színvonalat tartani az újabb és újabb bemutatóinkban, előadásainkban. Bocsáss meg, Ádám, ez mit jelent? Hogy szórakoztatni akartok, hogy egy ilyen rettenetes világban, ami akárhová nézek, tele van válsággal, röhögtetni akartok, hogy azt mondjátok, hogy nem csak, mert a világot jobbá kell tenni, és nevelni kell, szóval mit jelent? Hát nevelni nem akarunk. Röhögtetni önmagában az jó dolog, miért ne, de inkább úgy fogalmaznám meg, hogy kihasználjuk azt a platformot, azt a lehetőséget, ami a színházi alkotásban hát benne van, vagy talán ez az egyik miértje, vagy nem tudom, hogy meg tudja mutatni a világot, egyrészt olyannak, amilyen, másrészt úgy képes bemutatni jelenségeket, társadalmi jelenségeket, vagy emberi jelenségeket, vagy családon belüli jelenségeket, vagy bármit, hogy nagyon pontosan tud ráfókuszálni helyzetekre, konfliktusokra, kérdésekre, dilemmákra, és ezeket a kérdéseket felteszi. Modellez döntési helyzeteket, és segít mondjuk a nézőknek dönteni? Az nem biztos. De rávilágít egy kérdés, rávilágít egy problémára, rávilágít. Most azt, hogy ezt humorral teszi-e, vagy éppen úgy, keserűségbe dönti a nézőt az előadás végére, ami szintén egy érvényes eszköz, azt gondolom, mert miért ne lenne az. Az már az adott darab, a rendező magának az előadásnak az eszköztára, tehát azt abban mi, mint színház, nem... Hát nyilván közösen hozunk egy döntést arról, hogy milyen előadásokat csinálunk, tehát milyen darabot mutatunk be, és azt ki milyen alkotók készítik, stb. De hát itt sokféle eszköz lehet. De azt talán, hogy nagyon-nagyon aktívan a körülöttünk lévő világgal próbálunk foglalkozni, és a mai, tehát hogy a jelen idejűségét a színháznak megőrizni. Talán ezt mondanám ilyen receptnek, ha egyáltalán van ilyen, hogy recept. Én egyszerűbben fogalmaznék, hogy az aha élmény meglegyen, és az majdnem mindegy, hogy nevet, így is, úgy is nevet a néző, vagy szívfacsaró pillanatokat él át, és valami pici dologban segít élni egy este, hogy úgy megy haza, hogy talán nem felejt el, amikor kilép az épületből, hogy vagy egy gondolatot, vagy egy pillanatot, vagy valami receptet, vagy megoldást az élete egyik pici kis szegletére kap egy előadástól. Én ezt színészként 40 éve ez az én hitvallásom is, hogy azért érdemes ezt csinálni, hogy segíteni élni az embereknek. Lehet, hogy ez nagy szó, de talán egyszerű is. Mi a hadszín szándéka a műsoraival? Ti mit akartok? Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert ugye egyrészt ugye mi befogadó színházként, tehát nagyjából a havi műsornak a fele az befogadott előadás, és ugye arra
most úgy mondom, hogy nincs igazán ráhatásunk, van természetesen, de nem annyi. Én a saját előadásainkról tudok beszélni, és szerintem igazából, amit szerintem az Ádám is szeretett volna mondani, vagy nem tudom, hogy te, de hogy szerintem abban biztos, hogy hasonló, vagy szerintem hasonlóan gondolkodunk, hogy az nagyon fontos, hogy milyen alkotókkal dolgozunk. Tehát én, amennyire én ismerem Budaörsön, meg voltam ott színházban minden, hogy igazán jó színészek, igazán jó rendezők, igazán jó alkotók, én amennyire, de bár aztán most ez nekem abszolút nem feladatom, hogy én ezt megítéljem, de én az Annáéknál is azt látom, hogy ebbe az irányba szeretnének menni. Szóval, hogy szerintem igazából az a legfontosabb, hogy milyen alkotókkal dolgozunk együtt, és aztán az, hogy ebből mi lesz kifelé. Nálunk van 13 fős előadás, 13-an ülnek a színpadon, ami a csoport, az ilyen különböző függőségekről való leszokás. Uh-huh. Tehát, hogy ezt mondhatnám, hogy akkor ez egy társadalmi szerepvállalás, mert igen, igazából ennek az előadásnak az a végkicsengése, hogy bárki, aki beül a nézőtéret, ebben a 13 emberben találhat a saját környezetéből, és hogyha csak a 260 emberből 130 valamit erről gondol után, és vagy másképp gondol, akkor már megérte ezt csinálni. De van, szóval, hogy most tényleg, hogy mit szeretnénk? Mi azt szeretnénk elérni, hogy gondolkodó, önmagukat jól érző, és mindenki úgy menjen ki a színházból, hogy volt értelme annak, hogy beült arra másfél vagy két órára. Azt úgysem tudjuk igazán befolyásolni, hogy ki mit gondol, mert nagyon érdekes, hogy nálunk is milyen előadások éltek meg, és mik azok, amikről pedig azt gondoltuk, hogy meg fognak élni, és mégsem. De hogyha már nagy százalékban elégedett nézők mennek, és minőségi szórakoztatást kapnak, akkor már mi is elégedettek vagyunk. Most megint azért puskáztam, néztem egy statisztikát, és ugye, hogy a néző milyen szándékkal megy a színházba, hogy ő mit szeretne, hogy mire vágyik. És ugye arra a kérdés, hogy mit vár a színháztól, 56% azt mondja, hogy néhány órára kikapcsolódjon, 13% azt mondja, hogy elgondolkodtassa, és a többi 30 azt mondja, hogy nem tudja, vagy nincs válasz. Ez nem baj. Nem baj, mert ha egy fiatal beül életébe először egy színházba, és fogalma sincs, hogy mit keres ott, és miért megy oda, de ha kap valamit, akkor már megérte azt az előadást létrehozni. Mert ezért érdemes létrehozni szerintem, hogy hasson a színház, hatnia kell. És az sem baj, ha nem mindenkinek tetszik, hiszen ez egy, talán az összes művészeti ág közül ez a legmegfoghatatlanabb és legkevésbé mérhető, mert itt nincs az, hogy most ki énekelte a magas C-t, vagy nem énekelte ki, ahogy egy operában, vagy lement Spárgába, vagy nem ment le, hanem hat, vagy nem hat az az előadás, amit lát. Szüksége van arra, vagy van-e olyan gondolat, amit magával visz? És hathat az egyik is, meg hathat a másik. Igen. És a szórakoztató is hathat, meg a formabontó is hathat, meg a filozófia is hathat. Igen, csak az nagyon érdekes tendencia szerintem, hogy egyre kevésbé, és most ezt nehogy rosszul értse bárki is, de hogy egyre kevésbé mennek rossz kedvűnek is gondolkodni az emberek a színházba. Tehát egyre jobban, igen, úgy tekintenek a színházra, hogy az egy kikapcsolódás, ő azért megy, hogy jókat nevessen, vagy igen, hogy jókat igen, nevessen, jó és kedvet, jól érezze magát. Épp elég bajom van és egy egyre, igen, és egyre kevesebb, ami valahol szerintem teljesen érthető, hogy tehát most, mit tudom én, a 24 órából 16 vagy 18 alatt azzal szembesülök, hogy mennyire rossz minden. Nem azért megyek a színházba, de közben meg szerintem, hogyha valaki ügyesen gondolkodik és ügyesen dolgozik, akkor össze lehet ezt a kettőt kapcsolni. Például nálunk van egy a Meg se kínáltak című előadás, amit a Turóczi Szabi egyedül játszik, és a Bödös Tibor könyvéből van írva, amire mindenki úgy ül be, hogy hát Bödös Tibor, akkor itt majd mindenki nagyon jókat fogunk mosolyogni, nem tudom. És volt olyan vendégjáték, ahol a végén egy zokogó kislányt kellett lekísérnünk a lelátóról, mert az egy ilyen szabadtéri előadás volt, mert hogy annyira megfogta ennek a holott. Egy nagyon egyszerű előadás, mert tulajdonképpen bármelyikünk lemegy
akárhol egy kocsmába, tulajdonképpen ezzel a Oscarral, aki ennek a darabnak a főszereplője, találkozhat. De hogy ez is, hogy igen, hogy nagyon nagyokat kacagunk rajta, aztán közben meg nagyon csöndben vagyunk, vagy itt van a Jankowski Éva naplójából készült előadásunk, ami nagyon sokáig elfelejtjük azt, mert látunk egy kislányt, a Sodor Elizát, aki hát nem kislány, de ugye kislányt játszik, aki nagyon csillogó szemekkel mesél a barátairól, a fiúkról, a nem tudom miről, és közben egyszer csak szembesülünk azzal, hogy háború van. És ez is olyan érdekesen vegyíti azt, hogy igen, hogy jókat nevetünk, de közben meg. Szóval szerintem ezt ügyesen meg lehet, és akkor azt a tizen, nem tudom hány százalékot, aki nem tudja, hogy miért megy meg, aki rossz, azt is meg lehet szólítani. Jelentem, én is, mi is feszegetjük a határokat, bár nálunk ki van írva, hogy vidám színpad, tehát le vagyok védve, hogy csak vidám darabokat lehet játszani. Hát a humor fellegvára kell, hogy legyél. Mégis próbálom tudatosan feszegetni a műfajon belül a határokat, ilyen például az Ölelját előadásunk, amiben én is játszom, és egy Neil Simon, aki köztudottan az amerikai Molnár Ferenc, a Neil Simon, és pont attól szeretik talán a Whitefülű színházba járó emberek Neil Simont, hogy tudják, hogy nem csak nevetni fognak, hanem igazán elgondolkodtató, szívfacsaró pillanatok is vannak ebben az előadásában, ebben a darabjában is Neil Simonnak, és bizony nagyon sokan veszik elő a zsebkendőt ebben az előadásban is, úgyhogy én szerintem az igazi színház az, amikor egyszerre lehet sírni, nevetni, meghatódni, és olyan fajta impulzusokat kapni, és egy olyan katarzis élménnyel távozni a színházból, ami újra bevonza aztán. Tehát őket. Akkor hasson racionálisan is, meg emocionálisan is. Emocionálisan és emocionálisan, én így gondolom. Így gondolom. Én nagyon így gondolom, mert nagyon érzelmi alapon működök én, és szerintem nem lehet egy színházból azt kihagyni. De nyilván a racionalitás a létrehozásban van inkább. Mondott konkrét példákat Anna és Péter is. Te mit emelnél ki, amiről azt mondod, hogy a Budaörsi Latinovics Színházban ütős volt, és volt hatása? Vagy ütős lesz? Előadást? Hát ezen gondolkodtam, azért nálunk azt kell mondjam, hogyha így végignézek a repertoáron, azért az előadások többsége nem a humor oldaláról fogja meg a témáját, hanem egy picit sötétebb színekkel festi a világot, viszont bár ez nem szükségszerűen ellentmondás, ugye most a tavalyi évad utolsó bemutatói között volt, most Zsótér Sándor dolgozott nálunk, és a Kurázsi mamát rendezte, ami hát van egy sajátos humora, azt gondolom, de azért egy eléggé brutális ábrázolása a világnak. Azt gondolom, hogy sajnálatosan nagyon aktuálissá vált azok a kérdések, amiket a Brecht ebbe feszeget. De hogy mondjak egy másik példát, az Eprésző kislány, ami egy nagyon nagy sikerű előadásunk tavaly decemberi bemutató, azt Alföldi Róbert rendezte, az pedig hát mondjam, hogy kisvárosi magyar valóságot, vagy falusi magyar valóságot tárja a néző szeme elé, annak minden bájával és minden tragikumával. Ott azért a humor nagyon, nagyon erősen jelen van az előadásban, tehát az meg egy olyanra példa, ami tud egyszerre valahol szívszorító lenni, de ugyanakkor meg nagyon, nagyon nevettető. Tehát, hogy a jelenlegi futó előadásainkból talán ezt a kettőt emelném ki, mint ellenpont, de nagyon sokféle és nagyon széles az a paletta, amin mi mozgunk a darabválasztások tekintetében. Milyen új darabokkal készültök már? Ha egyszer azt mondtuk, hogy évadnyitó, meg indul a szezon, akkor beszéljünk a jövőről is.
Tehát nem csak arról, hogy most mi fut, hanem hogy azért nagyon mik vannak a tervekben. Behúzott kézifékkel merünk tervezni, bár most gondoltunk egy nagyot, és egy 8 szereplős zenés darabot vállaltunk magunkra, vállaltunk fel, és október 14-én lesz ez a bemutatónk Horgas Ádám rendezésében, Ments meg szerelem címmel. Nagyon nagy magyar slágerek szólalnak meg a darabban. Horgas Ádám írta a darabot, rendezi és a koreográfiáját is ő követi el, úgyhogy a színészek rendesen meg vannak dolgoztatva. Egész nyáron dolgoztunk ezen az előadáson, most egy kis pihenés van, és októberben van a főpróba hét, és úgy látom, hogy nagyon-nagyon jó kis előadás jött létre. A jazz meg aztól kezdve a karamell zenén keresztül nagyon-nagyon jó slágerek is elhangoznak az előadásban. Péter? Hát nálunk... Hat színnél mi lesz? Nálunk... Igyekszem, hogy jól mondjam. Igen, nem fogok megsértetni, hogyha ha véletlenül teátrumot mondok, igen. Nálunk ugye az a vagy hát szerencsében nem tudom, hogy nálunk nem is volt ilyen leállás, mert hogy volt bemutatónk még júniusban, aztán júliusban és augusztusban is, ezért egy kicsit így tolódnak a bemutatók, vagy tolódhatnak, mert nincs ilyen kényszer, hogy muszáj bemutatnunk ahhoz, hogy játszani tudjuk, hiszen a csoportot az előbb említett Bodó rendezést azt júliusban mutattuk be, előtte mutattuk be a kizárólag az utókor számára Janikowski naplóból készült Keresztes Tamás rendezést, és volt még egy vendég előadásunk augusztusban, Legendás Mátyás, ami egy operett, musical, és ez ennek volt augusztus, mert ezeket természetesen visszük, és a régi előadásainkat is visszük, a sajátokat, a Hosszú élettitkát például, ami ugye a Városmajorban is volt nagy sikerrel, és biztos, hogy kihagyok valamit, de tudom, hogy most a következő évadról kell beszélni. Szóval, hogy lesz egy gyerekelőadásunk, egy Superverda címmel, egy kétszereplős gyerek bemutatónk, aztán lesz a Trojka Színházi Társulással egy közös bemutatónk a Karnyóné, ez novemberben, aztán december végén lesz egy monodráma, mert minket most már ilyen monodráma színháznak hívnak, mert hogy nagyon sok ilyen egyszereplős előadásunk van, de nem szeretjük ezt a monodráma szót. A Marlon Brando jövőre lesz 100 éves, és az ő nagyon kevés könyv és írott anyag van róla, de a Klem Viktor talált egy nagyon jó anyagot, amiből ő saját maga írt és szedett össze segítséggel természetesen egy színdarabot. Ezt fogjuk bemutatni decemberben. Az Orlai Produkciós Irodának lesz nálunk januárban egy bemutatója, illetve egy nagyon, ez is teljesen új dolog, a Csákvári Krisztián, aki amúgy egy nagyon fiatal és nagyon tehetséges színésző, Szolnokon játszik, illetve nálunk is játszik, ő keresett minket egy darab ötlettel, fiatalok és idősebbek konfliktusa, a fiatalok útkereséséből, ebből lesz majd az évad második felében, és lesz még egy kétszereplős bemutatónk, az pedig az a cím, hogy a Köd, ezt a B-török Fruzsina írta, és ebben a Mózes András és a Kerekes József fog játszani. És hogyha bármit kihagytam, akkor mindenkitől mélységesen elnézést kérek. Jó színes a paletta. Mielőtt tőled megkérdezem, Ádám, azért a te életed annyiban érdekes számomra, hogy te ugye Londonban szereztél rendezői diplomát, jól tudom? És aztán te rendeztél Svédországban, Svájcban, szóval jó néhány országban. Hogy lett ebből Budaörs? Húha. Hát igazából úgy lett a nagy lépés, vagy a meghatározó lépés az volt, hogy én 2008-ban, amikor lediplomáztam, akkor rögtön egy kis svédországi kitérőben, de rögtön Magyarországra költöztem vissza. És én előtte itt 14 éves koromban éltem itt utoljára, mert gimnáziumban Svédországba jártam, és aztán egyetemben meg Angliába. De ez nem volt számomra kérdés, hogy ide, ez így nem igaz, nyilván kérdés volt, de azért döntöttem, és azt gondolom, hogy jól döntöttem, a mai napig így gondolom, és azért egyértelmű ez számomra, mert Magyarországon annyira
Annyira hihetetlenül gazdag színházi világ van, és én akkor friss diplomás rendezőként, hát nyilván elsősorban nem a GDP alakulását, hanem a kulturális GDP-t néztem, és ott pedig úgy éreztem, hogy egy annyira gazdag minden művészet számára, talán különösen az előadó művészet számára annyira gazdag világ ez, ami itt van nálunk, hogy én ehhez szeretnék tartozni, szeretnék csatlakozni, és ezért ide helyeztem a székhelyemet akkor, 23 évesen, és azóta... És jó döntésnek bizonyult. És jó döntésnek bizonyult, és itt is képzelem el a jövőben is, és amik voltak, amiket itt említettél, külföldi munkák, azok alkalomszerű meghívások, felkérések voltak, és azokat vállaltam, és most is mondanám, hogy vállalom, de nem igazán engedi a színházvezetés az ilyen kiruccanásokat, de azok mindenképpen kiruccanások voltak, és a székhelyem az továbbra is itt van. Akkor csinálj még kedvet a budaörsieknek, te is mondd el, hogy mire számíthatnak. Hát nekünk egy nagyon mozgalmas évadunk ígérkezik, amiben 4 nagyszínpadi és 2 stúdiószínházi bemutatót fogunk tartani. Az első bemutatónk azt már próbálják, és ez rögtön itt október elején, október első hétvégén lesz. Ez egy kortárs amerikai szerző Annie Bakernek a John című 4 szereplős darabja, ahol a társulatunk tagjai Takács Kati, Hartai Petra és Böröndi Bence mellett Bánsági Ildikót látjuk vendégül negyedikként ebben az előadásban, és Máté Gábor a rendezője ennek. A érdekes, kicsit misztikus párkapcsolati intrikákkal és szellemtörténetekkel fűszerezett 4 szereplős. Tulajdonképpen ez dráma, de mondhatnám azt, hogy tragikomédia, igazából ez a műfaji megjelölése, tehát ez lesz októberben. Rövidíts, mert mindjárt vége az adásnak. Akkor gyorsan összeszedem gyorsan a gondolataimat. Molnár Ferenc Lilium című darabját, klasszikusát mutatjuk be decemberben, Alföldi Róberttel a címszerepben. Ezt az előadás Kovalik Balázs rendezi majd a társulatunk tagjaival. Februárban lesz a Tennessee Williams A vágy villamosa című szintén klasszikus, vagy hát modern klasszikusa, amiben Takács Kati alakítja majd a főszerepet, Bócki Sára és Rába Roland mint vendég mellett. Ezt az előadást Ördög Tamás rendezi, és az évad végén, április végén pedig szerényen bemutatjuk a Hamletet, amiben pedig Fröhlich Kristóf alakítja a címszerepet, és Alföldi Róbert rendezi ezt az előadást. Továbbá fogunk készíteni egy kifejezetten a legkisebbek számára egy csecsemőszínházi előadást Vacok néven novemberben, és az évad végén májusban pedig egy gyerekek számára, tehát kifejezetten az általános iskola alsó tagozat számára készül egy Méde a gyermekei című produkciónk. Itt a vége fussávére. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és sok sikert kívánok nektek azokhoz a darabokhoz, amelyeket itt felsoroltatok. Nézőinknek pedig azt kívánom, hogy talán ezzel a beszélgetéssel sikerült kedvet csinálni, ezzel a beszélgetéssel is, hogy színházba járjanak, hogy átérjék azt a katarzis, azt a feelinget, azt az energiát, azt a szeretetet, amit a színészek és a színház csinálók adhatnak önöknek. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra. B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.